Mark Rutte, hollandia miniszterelnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián adott interjújában elmondta, előrelépés van az F-16-os vadászrepülőgépek Ukrajnának való átadásának folyamatában. Rutte elmondta, legkevesebb 24 gép átadását tervezik. Előrelépés van ebben a kérdésben, elvileg menetrend szerint haladunk, és ez jó hír. Igyekszünk mi hamarabb átadni a gépeket, mondta a holland kormányfő. Korábban Kajsa Ollongrend, holland védelmi miniszterbe jelentette, országa csatlakozik egy katonai koalícióhoz, amely fejlett drontechnológiával látja el Ukrajnát. Ez növeli az ukrán hadsereg potenciáját az agresszorország elleni háborúban. A hollandok egyben ígéretet tettek Kievnek, hogy az F-16-os vadászgépeken kívül tüzérséget, lőszereket és légvédelmi rendszereket is szállítanak.